Felállványozva az Incédi György szakgimnázium épülete. Noha diákok és tanárok most nincsenek benne, lázas munka folyik az iskola területén. Ez egyike ugyanis annak a három nyíregyházi intézménynek, amely jelentős fejlesztésen esik át. A város önkormányzata közel 435 millió forint Európai Uniós támogatást nyert az Incédi mellett a Városmajori és a Borbányai Művelődési Ház felújítására. Mind a három esetben épületenergetikai fejlesztéseket valósítunk meg. Ez homlokzat, tető, födém hőszigetelést jelent, illetve a nyílászárók cseréjét. Továbbá minden épület esetében a megújuló energia források hasznosítása érdekében napelemet is elhelyezünk. Emellett akadálymentesített vízes blokkokat is kialakítanak mindhárom helyen. Ez már a Városmajori Művelődési Ház, amelyre szintén jócskán ráfért a felújítás. Mivel az érintett épületekben jelentősebb fejlesztés nem történt az elmúlt években, fenntartásuk költségessé vált. A beruházások a racionális energiagazdálkodást is elősegítik az intézményekben. Ez a pályázatoknak a fő célja, hogy az üzemeltetési fenntartási költségek csökkenjenek, és a pályázati előírásoknak megfelelően a megújuló energiaforrásokat, az említett napelem felszerelést is teljesítjük. A két közművelődési és egy oktatási intézmény energetikai felújítása jó ütemben halad, a munkák több mint felét már elvégezték. A tervek szerint őszig be is fejezik azokat.